Nagyon durva. Most ez komoly, mindegyik eltalált. Ennyire picike kis ellenállás is elég ahhoz, hogy azonnal meghaj. Tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon figyelni kell. Borzasztóan. És erre is csak annyi mutatja meg, hogy jönni fognak ezek a forgószerek, hogy megjelenik körülötte egy zöld színű kör, és ennyi. És utána azonnal meghalsz. Konkrétan azonnal. Igen, és most meg is jelennek ezek a cuccok. Megvan. Jó, van nálam 3 HP-zó. Ezzel lényegében jók vagyunk a következő körre. Oké. Okay. Ne, kérlek, ne, kérlek, kérlek, ne. Öff. Ez majdnem nagyon gáz lett. De jó, hogy kijöttem onnan. Mindjárt fel fogja magát HP-zni megint. És ezt mégis ilyenkor hogy? De ez hogyan kellene megölni ezt a bosst így, hogy felhápézza saját magát? De teljesen full HP-re, tehát hogy? Hogy ölöd meg? Ne. Nincs HP-m. Itt a vége. De hogy érted? Ezt mit csinálsz vele ezzel a bosszal így? Hát megint felhápészte magát. Ez hogy bírod ki? Ezt nem lehet végigvinni így, srácok. Hát hogy a picsába csinálod ezt meg? Hogy? Csak a fejét, hogy meg ne sántuljon, azaz. Milyen hosszú játék egyébként? Hát... Ugye ez rajtad is múlik, hogy mennyi idő alatt tudod megcsinálni, de elvileg a How Long To Beat szerint egy ilyen nagyjából 15 és 25 óra között csinálja, lehet végigcsinálni a játékot, de ez skill függő, tehát akár az lehet 30 óra is. Nem annyira nagyon hosszú, rövidebb, mint a Nioh. Na de hogyha egyfolytában felhápézze magát, akkor mit csinálok vele? Tehát van itt valamivel lehet interaktálni ebben az arénában? Nincs itt semmi. Here,
ugye, hogyha levesszük teljesen tehát ugye most a következő fight-nak az lenne az egyetlen lényege, hogy le kéne stagörölni. Tehát nem a HP-ját kéne ütni, hanem le kéne stagörölni, de egyedülre nem látom magam előtt, hogy itt milyen módon lehet lestagörölni. Tehát melyik módozaton lehet őt lestagörölni, mert ebben a pillanatban nem látom, hogy bármi is őt kifejezetten stagörölni. A Nio sokkal jobb etnél, persze, a Nio az összehasonlíthatatlan a két játék. Az a baj, hogy csak a HP-ját ütjük. Vissza. Tehát nem staggeroljuk egyáltalán, hanem a HP-ját ütjük csak. Most ez meglett ugyan, a nyakához kellene állni, és csak a fejét kéne ütni, amúgy ezt szeretné a játék. Hogy csak a fejét üssük. Ahogy Jézuska is mondta, csak a fejét. Nehogy megsántuljon. Stagörölni kéne őt folyamatosan. Az lenne a cél. Nem, srácok, ezt konkrétan a fight az úgy néz ki, hogy bármelyik pillanatban kivánsatolhat és feltölti a HP-ját. Tehát ebben a pillanatban alig érzem reálisnak. Azt nem tudom, hogy hogyan tudnék csak a nyakára célozni, mert őt kitargetelni nem lehet, csak ugye a teste közepét targetelni, tehát nincs külön a nyakán egy target. A mágiát én meg nem láttam célra vezetőnek, pedig megpróbáltam, de nem, mintha nem, az annyira nem. Ez egy azonnali... És mind a kettőt benyeltem. Tehát elnyomja a forgószeleket, aztán elnyom egy AOE forgószelet is, és ettől azonnal meghalsz. Tehát azért mondom, hogy igazából tehát túlélheted a fizzban, de aztán mi lesz veled a fizztúban? Van támas segítség, vagy dobálható gerejed? Nincs. Hát annyit tudok csinálni, hogy a Dragoon helyett ugye beállítok egy másik skillt, és akkor el tudom dobni a lance-t. Ezt mondjuk meg lehet próbálni. De az sem staggeröli. Az nyom egy AOE damage-et, ha minden igaz, de ő meg értetek, ő meg tud ugrani. Tehát neki van slash damage-e. Fuh.
minden damage-et bekapott. Az összes damage-et bekapom, amit csak csinál, bármit csinál, minden azonnal megütött. Szinte hihetetlen, alig, tehát szinte nem is lehet dodge-olni. Nem is lehet dodge-olni, hiába dodge-olsz, minden eltalál. Talán amit lehetne megpróbálni, a job tree-ben, nem is a job tree-ben, hanem a battle settings-nél. Talán annyit lehetne, hogy a dragont azt át lehetne módosítani mondjuk a lancerre, és akkor a lancernek a skillét használni, ami ugye ez, hogy eldobjuk. Próbáljuk meg a lancert. Én azt mondom, próbáljuk meg a lancert, aztán lesz, ami lesz. Nézzük meg, hogy lancerrel mire megyünk. Lehetséges, hogy az lesz, amit Jézuska mond, hogy egy ilyen eldobós, gerelyes cuccal megpróbálkozhatunk. Hát, ha az fejbe veri. Mi megnézzük, lehet, hogy az még staggerölni is tudná rendesen. És akkor lényegében csak odafutnánk hozzá, hogy megpróbáljuk... Igen. Ez sebezte. Ez sebzi. Nem szereti. Ez a baj, hogy én se. A fejét találtam most el. Ne. Erre pedig egyszerűen nincs gyógyír. És tudja, hogyha töltöm fölfelé, hogy rám kell ugrani, hiszen akkor nem tudom elkasztolni. Maradt egy HP, nem baj. Hát mondjuk a Feast 2-ba megnézzük, így kicsit gyorsabban átjöttem ide, úgyhogy... Az ötlet az jó volt, Jézuska. Az bite danke. Ahogy Csoki mondta. Aki azt hitte magáról, hogy nagyon könnyen beszél angolul, vagyis németül. Ezt nem szereted mi? Nincs... És kész, és felhilelte magát. Tehát, hogy ezzel mit csinálsz, mondjuk a staggerjét... Nézzétek, a staggerje viszont nem megy vissza. Tehát a posture-je. Mondjuk, hát de megy visszafele azért. Gyere onnan. Mit szeretnél? Lehoztuk a staggerjét arra a szintre, ahonnan már nem... És akkor már nincs HP-m. És dead. Te csak angolosan gondolkodtál. Végül is igen, így is mondhatjuk. De dobálni kell, ez fix, és nem kéne bekapni az összes damage-et, ami létezik a világon, és akkor talán még meg is tudnám ölni egyébként. És akkor ennyire egyszerűen véget érne a történet. Hát ez hülye. Amiben biztos vagyok, hogy fejbe kell dobni. A fejbe dobom, az neki nagyon fáj. Jó. Akkor most megint sikerül az összes damage-et bekapni, ami csak létezik. Ez a try már megint úgy, ahogy van el van cseszve. Nézzétek meg, és már, de egyszerűen hihetetlen. Tehát vannak olyan try-ok, amikor nagyon-nagyon könnyen lehet dodge-olni, van olyan try, amikor egyszerűen az ember nem érzi, hogy hogyan is tudná rendesen kidodge-olgatni. Hihetetlen. Nagyon rá kell érezni, meg egyébként nagyon-nagyon genyó movesetje van. Tipikusan olyan, mint a Nio-s, tehát nagyon gyorsan mozog.
sokkal gyorsabb, mint az Elden Ring-es Souls-like-os mozgás. Százszor ezt már nem kerültem ki, ezt az idétlen mocergást, akkor egyszer se, és most egyszerűen nem. Rámugrik, akkor meghalok. Egyébként a fejét kell csak ütni tényleg. Azzal nagyon sok posture-t veszít. Rengeteget. Lehet, hogy a következő alkalommal úgy kéne jönni küldetésre, hogy egy picit elmenni mellé küldetésezni. Bár nem hiszem, nem. Nem. És azt gondolom, hogy nem. Na, a leggenyobb move-jával jön. Értitek? Tehát az összes move-ja AOE. Tehát, hogy még csak egyetlen egy, ezek az egyetlen move-jai, amiket most csinál, ami nem AOE. Még ez is AOE. Arcon dörgöltem, most megint jön a szemétkedés. Igen. Ah! Hihetetlen. Pedig már át tudtam volna lökni víztúba. Annyira érzi, hogy mivel kell szivatni. Érdekesen lettek nehezek a bosszok. Az a játék elején még nagyon könnyűnek éreztem a bosszokat, és most egy ilyen nehézségi tüske ugrott föl hirtelen. Nagyon-nagyon durva, hogy így egyik pillanatról a másikra egyszer csak így wow. Hát ez egy hülye víz, srácok. Konkrétan már most kettőt kell healelnem. Most nincs is potionem, tehát már igazából veszed fejszennyel, amit csinálok. Hát még talán át lehetne lökni, nem, így nem lehet. A tegnapi stream végén az Elden Ring-es boss, na arra mondtam azt, hogy na annak a bossnak kb. Semmi értelme nincs, tehát kivásától iszonyatosan gyors és milliárdnyi HP-je van. Erre azt mondom, hogy igazából meg lehet tanulni, de ez is olyan, hogy pure luck amúgy az egész fight. Tehát nem érzem azt, hogy a nagyon-nagyon skilles harc lenne. Tudjátok, amire az ember azt mondja, hogy de oda kellett figyelni, meg nagyon-nagyon movesettet tanulni, meg mit tudom én védeni, meg akármi, hanem így inkább olyan érzésem, hogy pure luck, tehát vagy bejön, vagy nem. Ez most például elment alatta. Ebből pedig mind a kettő eltalált.
ez is pure luck, hogy ez ilyen eltalál, vagy ki tudsz belőle idejében dodzsolni, jól kapod el vajon az ütemet? Ez is, hogy most ez eltalál, vagy nem. Ezt meg nem tudom megérteni, hogy ezt hogy mi alapján nyomja el. Egyik pillanatról a másik lesz, csak felrobban körülöttem minden. Nem. Én nem jöttem rá, hogy be lehetne állítani a társaimnak távolsági skilleket. Lehetséges, hogy valamilyen módon be lehet. Én nem látom, hogy hol lehetne az ő skilljeiket állítgatni. Nem, meg amúgy egyébként nincs is nagyon távolsági harc a játékban. Tehát amit én itt nyomatok, az egy skill egyébként, amit látok, amikor eldobom a lenszt. Tehát amúgy egyébként alapvetően minden fegyver melee. Ez komolyan nem értem amúgy, hogy ezt hogy találtam? Az előbb ilyetből egy csomót ki tudtam már szedni. Hát de most ennyi HP van, menjek át a Feast 2-ba. Hát se tudok, hát meghalok magamtól. Még jó, hogy nem raktam Death Counter-t egyébként ide. Még az lett volna nagyon csúnya. Megfontoltabban kellene vele harcolni amúgy. Valaki így futkosni körülötte, talán mintha a futkosásban nem tudna annyira jól trekkelni. Megvan az uzája. És igazából most a posztőrjét kellene nekünk. És full heal. 9999-eneket heal magán egyébként. Nem szereti a körbe-körbe szaladozást, azt már látom. Te most szórakoztak velem, srácok? És akkor elnyomja a dead lézert, a halálcsillag lézerét, tehát ez mi volt? Futkározni kell körülötte, amúgy futkározni kell és piszkálni. Én ezt látom így magam előtt taktikának. Ezt nem szereti. Futkározást, azt nem szereti.
might have met her match. We've had worse than this. Például az előző fightban egy ilyen nekem ugrás sem kapott el. Most már a második, tehát ilyen, nem tudom, néha olyan érzésem, hogy pure luck az egész. Látjátok? Pedig én, higgyétek el, én dodge-olok, ahogy csak bírok, de nem. Ez sem, pedig nézzétek meg, ahogy csak bírok, úgy dodge-olok, de nem. Valamikor teljesen random, hogy mi kap. Legalábbis szerintem. Nem érzem úgy, hogy lenne benne bármilyen. Jó, egy HP potival átmegyünk. És akkor full HP. Eltaláltam a fejét. De nem értem, nem értem, nem értem, nem értem, nem értem. Ezt hogyan lehetne kidodzsolni, ezt az ideugrást? Hogy? Tehát értem én, hogy jól kell időzíteni, de értitek, hogy? Van amikor nagyon-nagyon könnyen megy, van amikor meg egyszerűen nem. Tehát most például ebben a fightban egyszer sem. És dead. És még a halállézert is elnyomta. A Death Starból. Tam-tam-tam-tam. I'm loving it. Mióta próbálgatom vajon? Fél órája? Szerintem legalább egy fél órája. Most meg, mintha sikerülnének a dodge-ok. Meg kell látni az opportunityt, és akkor kell neki esni. Tényleg, mint Tóth az anyjának. Más nem tudsz csinálni. Mondom, néha elkap, néha nem. Na jó, utolsó try, aztán elbúcsúzunk, srácok. Hey,
Ez is olyan, hogy van, hogy néha minden elkap, van, hogy néha meg semmi. Az biztos. Most is, de értitek, úgy dodzsolok, mint az Isten nyilá. Hát akkor hova kéne dodzsolnom, hogy ez ne nyeljen le keresztbe? Nem hiszem el. Most jön majd a halál lézerezés is, amitből ki vagyok. Hogy van ez, srácok, egyszerűen? Hogy van ez? Miért hilleli fel magát? Ki találta ezt ki? Ez miért jó, hogy felhilleli magát? Minek? Miért jó ez? Nem elég egy boss fight, anélkül, hogy most ő itt még agyon hilleli saját magát is? Nem elég szemét még így a boss? Mindjárt nyom egy healt, amit minden, amit csináltam, az kb. Most így véget ér. Ki érti ezt? Óriási critical damage-ek. Most már lement a HP-ja egy bizonyos szint alá, és most vissza is ment. Dead. Hírét nem tudod megszakítani, nem, azonnal csinálja meg mindenkit, hátra taszít. Srácok! Lesz kint szombaton egy vlog a YouTube csatornán, a héten most voltam utoljára, de akik itt vagytok, nektek elmondom, hogy ezen a héten voltam utoljára Twitch-en. Ez nem azt jelenti, hogy befejeztem a streamelést, ez azt jelenti, hogy Twitch-en már nem leszek többet, egyszerűen el is fogom mondani a vlogban, de idáig vagyok a Twitch-el. Most ez független a játéktól, nehogy azt értétek meg azért, hogy most a játékban nem öltük meg a boss, tehát ezen én már hónapok óta gondolkodom. De a Twitch streameknek itt vége szakad, és a streamelést, az, hogy éleszek élőben, azt a YouTube-on fogom folytatni, jó? Tehát most egészen kevesen vagytok itt, srácok, a megszokotthoz képest, de erről lesz egy YouTube videó, oké, srácok? Tehát innentől kezdve YouTube-on fogtok tudni elérni, a Wuzabi főcsatornán fogok streamelni, és a streameket a Wuzabi streamek csatornára fogom áttölteni. Mindent el fogok mondani a vlogban, úgyhogy ha bármilyen előzetes kérdésetek van, azt majd azután, a vlog után tegyétek föl, ne most. Oké, tehát szombat reggel kimegy majd egy vlog, azért szombaton, nem azért, mert nem akarok húzni az időt, de muszáj vagyok még egy picit vágni rajta, meg egy kicsit foglalkozni azzal a videóval, mert nem ezt terveztem be, de úgy döntöttem, hogy egy jövő héttől már nem leszek a Twitch-en többet, mert mondom, idáig vagyok az egésszel. Alapvetően az egésszel, tehát laggol, errorok, ledobál, 1060p streamek, az e-mailemre nem válaszolnak, nem raknak ki a főoldalra, szóval elég volt, köszöntöm szépen. Úgyhogy YouTube-ban leszünk, srácok, köszi nektek a figyelmet,